A káposztás és bográcsos ételek főzőversenyére 40 csapat jelentkezett, melyet között voltak baráti társaságok, intézmények és cégek egyaránt. Számunkra a kisűszállásiak számára a Kivilágos Kiviratik Fesztivál a nyár végét egyben az ősz kezdetét jelenti, már több mint egy évtizede. Családok, baráti körök, munkahelyi közösségek már jó előre megszervezik magukat, jól előre megszervezik ezt a napot, hogy jól érezzék magukat, vidám szórakozási lehetőségekben, gasztronómiai élményekben legyen részük. Amit mi főszervezők ehhez hozzátehetünk, az az, hogy itt a rendezvénytéren élvezetes műsorokat, bemutatókat, kiállításokat, különböző versenyek értékeléseit és díjazását tartjuk szem előtt. A résztvevők finom töltött káposztát, birkapörköltet, pacalpörköltet, toros káposztát és más finomságot készítettek a zsűrinek és a fesztiválra látogatóknak. 40-44 csapat van, itt mindenki megérkezett különböző ételekkel, itt már reggel egy ilyen előzetes bejáráson kollégákkal szétnéztünk, tényleg mindenkinek szeretném megköszönni azt, hogy kipakolnak, szinte kész konyhákat látunk kipakolva, és itt készülnek az ételek, és az tényleg azért ez komoly szervezéssel, komoly logisztikai munkával jár, és már ez azt gondolom önmagába véve egy nagyon, nagyon szép dolog. Jó, tálalással kapcsolatban tényleg annyit kérek, csak mindenki figyeljen, hogy nem kell túl gondolni a tányérokat. Az erős paprikával szokott problémát okozni, hogy a levesben a zöld paprika benne van, az nem biztos, hogy szerencsés, illetve a többire meg mindenki akkor saját elképzelése szerint. A színpadon estig a helyi művészeti csoportok mellett jeles előadók, együttesek is felléptek. A ősz és ősz legszebb és legnagyobb ünnepe a környéken, akkor kisújszállás, kivirágos, kivirattik. És ez egy különleges esemény. Nem csak azért különleges esemény, mert a kisújjak mindig szoktak kitenni magukért, hiszen a név kötelez, hogy Kisújszállás a Nagykunság kulturális fővárosa. Mindig kitűnő műsorokat adnak elő, de különleges ez a mai nap. Hiszen nem másokat szórakoztatnak most Kisújszálláson, hanem saját magukat. Saját örömükre adják elő a műsorokat, saját közönségüknek, azoknak az embereknek, akik ide a környékről ide látogatnak. És már rövid időt töltöttem a mai nap, de sok olyan emberrel találkoztam, akik akár Karcagról, Túrkevéről, Kenderesről, vagy akár nagyobb távolságról jöttek erre a rendezvényre. Én gratulálok minden kisújszállásinak, és kívánom azt, hogy azt a jókedvet, azt a hagyományt éltető erőt és energiát, amely benne van ebbe a évszázados nagykunsági közösségbe, mutassák meg a világnak, mutassák meg saját maguknak, a gyermekeknek, az utánunk következő generációknak azt az értéket, amit felhalmoztak. Itt adták át a virágos kisújszállásért és a legszebb konyhakertek versenydíjait is. A Mesterségek utcájában jeles kézművesek kínálták portékáikat, de volt mosolyudvar játszótér, köke egészségsátor, arcfestés és esti diszkó is.